fűszernövények a konyha elengedhetetlen kellékei. Ha igazán finomat akarunk főzni, akkor javaslom, hogy ne szárított fűszerekkel dolgozzatok, hanem vegyétek meg cserepes állapotukban, viszont hogy biztosan életben maradjanak, mondok nektek egy-két trükköt ezzel kapcsolatban. A bazsalikom az olasz konyha egyik legjelentősebb fűszernövénye. Pizzafeltétként, tésztákhoz, salátákban, számtalan formájában felhasználták. Ha sikerült nektek ilyen cserepes verziót használnotok, vagy ültessétek ki, vagy rakjátok ki napos, de ne tűző napos területre, illetve folyamatosan ügyeljetek arra, hogy nedves közegben legyen, de ne álljon vízben. A koriander a táj konyha egyik legalapvetőbb fűszernövénye. Vagy imádják az emberek, vagy utálják, ez annak köszönhető, hogy nagyon parfümös az illata, és nagyon jellegzetes az íze is. Ha cserejbe tudtátok megvenni, akkor igyekezzetek kiültetni, ha erre nincs lehetőségetek, akkor a tűző napot leszámítva szinte bárhol megél. Metélőhagyma, más néven snidling, az egyik kedvenc fűszernövényem, nagyon kellemes, gyenge fokhagymás íze, illata van. Az az érdekessége, hogy minél gyakrabban vágjuk, annál intenzívebben nő, tehát elég gazdaságos, mind a mellett, hogy kissé igénytelen növény. Szereti a napos közeget, és nedves talajban marad meg leginkább. Az oregano, más néven szurokfű, a mediterrán konyha egyik jellegzetessége, amelyet nagyon könnyű megismerni illatáról, ízéről. Száraz körülményeket kedveli, sokkal kevesebbet kell öntözni, mint egyéb fűszernövényeket. A menta, a mentolos fűszer, gyakori öntözést igényel, de ha egy nyaralás során otthon hagyod, akkor sincs semmi baj, mert biztos, hogy túl fogja élni. Én nagyon szeretem ezzel feldobni az ételeimet, de leggyakrabban limonádéba használom. Rozmaring, ami isteni a húsokhoz, enyhe fenyőillata van, javaslom, ha így cserébe vettétek meg, akkor azonnal ültessétek ki, kezdetben, míg meg nem erősödik, 3-5 naponta locsoljátok, majd később elég lesz hetente is.